A város képeiről vetítéssel idézték fel a múltat, megnézhették a régi épületeket, amik még állnak, és amik már eltűntek a városképből. A képeket Szegedi Miklós készítette, és Daróczi Jánosnak köszönhető, hogy megőrizte, mondta Cink Judit. A Könnyű László könyvtárban indul meg ez a programsorozat, amikor is az Emlékszilánkok képekben című előadásra kerül sor. Az előadást a Tamási Helytörténeti Alapítvány elnöke és egyik oszlopos tagja, Kurdi Tibor és Örményi János készítette el, és az ő interpretálásukban is hallhatja a közönség. Ők azokat a képeket válogatták össze a Helytörténeti Alapítvány anyagából, illetve ránk maradt dokumentumokból, ami ezt az időszakot idézi meg, tehát Tamási milyen volt 1984-ben? Pályázatot hirdettek meg képzőművészeti és rövid próza kategóriában, aminek eredményhirdetésére a Művelődési Házban megrendezett kiállítás megnyitóján került sor, majd este pedig gála műsorral folytatódott a program. A rendezvény képviseletében Porga Ferenc polgármester úr beszélt. 40 éves várostanási, ezt ünnepeltük ma, és ezt fogjuk még jó néhány rendezvényen keresztül, erre fogunk emlékezni a következő néhány hónapban. Tehát egy rendezvény sorozata előtt állunk, aminek első eseménye ez a gála műsor volt. Azért pont itt január elején, mert hivatalosan jogilag 1984. január 1-e lett Város Tamásiba, de január 11-én volt a hivatalos átadó ceremónia itt a Művelődési Házban, és most is ebben az épületben ünnepeltünk. A rendezők színes és színvonalas előadással készültek.